Hello srácok, én nem vagyok, ez pedig itt egy újabb Tarkov hírek videó. Az előző videónak a végén említettem, hogy reméljük, hogy a jövő hét is hasonlóan zsúfolt lesz, és kapni fogja a lékeket, és jönni fognak hasonló eventek és apró kis részletek a lore-ral kapcsolatban. Arra viszont nem számítottam volna, hogy ekkora event lesz. Az event, aminek a mai nappal vége lett, tehát hogy community szinten befizettük azt a hatalmas összeget, amit be kellett fizetni, azért ennek voltak előzményei. Először is ott volt Nikita, aki először Twitteren csak úgy megkérdezte, hogy ha elérünk egy bizonyos lájkot erre a posztra, akkor talán kiveszi valamelyik trader. Ugye 30 ezer lájk után 5 napra kiveszi a tradereket, 45 ezer lájknál pedig kiveszi a flea mart-ot. És hát eléggé gyorsan össze is jöttek a lájkok, szóval elkezdtek felszívódni a traderek. Viszont ez az event nem csak Nikitának a trollsága, hiszen történt a lore-ban is egy kis dolog, ami befolyásolta ezt az eventet. Miszerint az új trader megfenyegette a többi tradert, hogyha nem fizetnek ki neki egy bizonyos összeget, akkor rossz dolgok fognak történni. És ennek az lett a vége, hogy szépen lassan mindegy trader lekapcsolt a lámpát, kivéve Fence, ugye, mert Fence-nek más Shadow Connection-jei vannak. A pénzt pedig nekünk playereknek kellett összedobni, mégpedig a Scav kézen belül, hiszen eltűntek a régi opciók, új opciók jöttek, miszerint 2 millió és 10 millió rubelért is el lehet küldeni a Scav-eket. A probléma csak az volt, hogy miután lejárt a nevetséges 5 másodperc, azután semmi nem jött vissza, csak egy kis üzenet, hogy a Scav-ek elvitték a pénzt. Itt amúgy választ kaptunk arra is, hogy a különböző market roomokon belül miért vannak ritka és értékes itemek. Mivel azokat a ritka és értékes itemeket maguk a Scav-ek és a traderek pakolják be a market roomokba, így fizetve le a kultistákat, hogy a kultisták ne bántsák őket. Tehát elképzelhetitek, hogy mekkora hatalom van Lightkeepernek a kezében, hogyha képes bezárni az összes tradert, akit jelenleg ismerünk. Tehát a közösségnek összesen 1,5 trillió rubelt kellett összedobnia, ez nem egy nagy száma, az képest, hogy az előző vibe-ban majdnem 300 trillió rubel lezártunk. Mondjuk előző vibe-ban még a slikeket, az ajtjént, meg ugye a lefszkártyákat is még el lehetett adni a flea marketen. És hogy szépen a közösség fizette befele a pénzt, először visszakaptuk a flea marketet, majd megkaptuk újra terapisztot, majd végül proport. Ma pedig sikerült befizetni a teljes összeget, így visszakaptuk az összes tradert. És kaptunk egy levelet is, amiben az áll, hogy minden szépen visszaállt a rendes kerékvágásba. Viszont a papírra azt is ráírták, hogy he is not happy. Utalva erre gondolom arra, hogy eredetileg május 1-ig kellett volna az egész összeget befizetni. Tehát lehetséges, hogy ennek még lesz valamilyen negatív hátulütője. Én mondjuk totálisan el tudnám azt képzelni, hogy azok a playerek, akiknek megvan a Scav kéze, de nem raktak bele ebbe a közösbe egy fillért se, azoknak valamilyen negatív dolgot berakni. De ekközben a majdnem egy hetes event közben más friss dolgok is érkeztek. Kaptunk képet például a G39-es fegyverről, ami be fog kerülni majd a játékba, ami ugye nem a Glockra utal, hanem sokaknak lehet ismerős a Divisionből. Ismét megemlítették az AUG-ot is, amit én személy szerint nagyon várok, hogy majd be fog kerülni a játékba. A BSG-nek az Instagramjáról pedig ezek a képek jöttek, amik hát új fegyver kiegészítők lesznek. És Nikita május esélyén megosztott Therapistról egy képet, amin Therapist látható különböző ruhákban. Ami szintén lehetne egy trollkodás, hiszen május esélyére vártunk valami nagy dolgot, és erre kaptunk Therapistról egy képet, ahol több ruhában van. Viszont ne felejtsétek el, hogy a következő pályánk az ugye a Street of Tarkov lesz. És Therapistnek helyileg a Street of Tarkovon van bent a rendelője. És szerintem egy Lightkeeper Lighthouse-on, így Therapist is megtalálható lesz a raiden belül Street of Tarkovon. De azt mindenképpen remélem, hogy nem ezt a ruhát fogja megkapni. De a lényeg, hogy vége van az eventnek, visszakaptuk a tradereket. De szerintem ez az event csak egy teszt volt, ahol megnézték, hogy a tradereket hogyan lehet ki és berakni, hiszen hogyha maga a játék kijön, akkor játékon belül kell majd először felfedezni magukat a tradereket, és csak utána tudunk velük majd kommunikálni. És maga az event, hogy így pénzt dobálunk be a közösbe, igazából egy ilyen economy vibe-ot csinál, ami a vibe közepén, hogyha ugye 6 hónaposra számoljuk a vibe-ot, akkor egy eléggé jó balanszrendszer. És az, hogy mikor lesz az igazi vibe, hogy az, hogy mi lesz a következő dolog, ami történni fog, azt nem tudhatjuk, hiszen a BSG most bármit kihúzhatak alapból. De a lényeg, hogy elvileg határidőn kívül sikerült összejönni annak az összegnek, amit Lightkeeper kért, szóval mi nem nyugodhatunk meg, hogy minden visszatért a rendes kerékvágásba. Remélem ennek nem az lesz a vége, hogy egy sötét éjszakán a kultisták mindenkihez betörnek a hideoutba. Én köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, hogyha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni. És a legfontosabb, hogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!